Bátai Szentvér Bazilika tornyában van egy olyan eszköz, egy fakereplő, amely a nagy hét liturgikus szokásaihoz tartozik. Ugye a nagy hét, Jézus, nagy héten Jézus szenvedésére emlékezik az egyház, és ennek az utolsó három napja nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat, amelyet Szent Három Napnak is nevezünk, az tulajdonképpen egy ilyen nagy liturgikus drámaként éli meg, és újítja meg Jézus szenvedésének történetét, és akik ebben részt vesznek, azok át is élhetik ezeknek a napoknak az eseményeit. Ugye a nagy csütörtök este az utolsó vacsora, emlékére, az eukarisztia és az egyház alapításának az emlékét ünnepli az egyház, ugye ekkor nagy fénnyel üli meg a liturgiát, de erre már rávetődik nagypénteknek a gyásza, ezért a nagycsütörtöki liturgiában el is némulnak a harangok, és itt jön tulajdonképpen a funkciója ugye a fakereplőnek. Nagycsütörtök estétől, amikor a glóriára az összes csengő és harang megszólal, egészen nagyszombat estig, a vigília miséig, tehát amikor feltámadást ünnepeljük, egész odáig a harang nem szólnak. Ugye a nagypéntek az Jézus szenvedésének az emléknapja, ezen a napon nincs szent mise, csak úgynevezett csonka liturgia, amelyben Jézus halálára emlékezik az egyház. Ugye a nagy szombat az pedig Jézus sírban nyugvásának, a csendnek a napja, de már előre vetíti egy kicsit az estének a liturgiája, a nagy szombat estének a liturgiája, ugye a feltámadásnak az örömét. Ebben az intervallumban, amikor visszatérnek a harangok, és újra megszólalnak este a harangok, ebben az intervallumban, tehát nagy csütörtök este és nagy szombat este között van szerepe a kereplőnek, ezzel adunk jelet, ugye ugyanakkor, amikor harangozni is szoktunk a templomokban, akkor a régebbi időben, amikor még minden templomban működtek ezek a kereplők, akkor reggel, délben és este is, illetve liturgiákra és kereplővel adtak jelet. Na, akkor mindjárt megtekerjük. Ugye a régi világban az embereknek az időérzéke az egészen más volt, tehát sokkal jobban kötöttek a templomi hangjelzéshez. Ugye tudjuk például azt, hogy a középkorban a reggeli és az esti harangszóra nyitották, illetve zárták a templomoknak a kapuit. A déli harangszónál ott pedig tudjuk, hogy vagy a déli hangjelzés, azt pedig tudjuk, hogy a nándorfehérvári diadal emlékére, hogy a harmadik Kallixtusz pápa rendelte el 1456-ban. Egyébként pedig ugye harangok szólnak, vagy jelzés szól minden egyes liturgikus esemény előtt is a helyi szokásoknak megfelelően. Tehát ebben a bizonyos Szent Három Napban, tehát nagy csütörtök estétől nagy szombat estig, pedig ezek a kereplők voltak azok, amelyek ezt a fajta hangjelzést adták, hívták a híveket, illetve jelezték a napnak azt a szakát, hogy most reggel van, dél van, vagy akár este van. Ez 1938-ban készült, egy nagyon jó ügyes munka, mondhatnám azt, hiszen facsapokkal, tehát egy nagyon jó asztalos munkaként készült el. Elég jó állapotban vészelte át az elmúlt évtizedeket, amikor sokszor ugye évekig nem is használták ezt, és amikor most a felújítás volt, a felújítással kapcsolatban, ugye ezt a kereplőt is felújítottuk, egy asztalos mester segítségével, és ma ugyanolyan állapotban van, és ugyanolyan jó hangzással szól, mint amikor elkészítették 1938-ban. Nem csak a harangok némulnak el, hanem a templomban használt csengők is. Így például a szentmisében akkor, amikor például a nagycsütörtöki szentmisében, amikor a csengőnek funkciója volna, akkor kézikereplőt használunk. Ugyancsak nagycsütörtökön, amikor az oltári szentséget a főoltárról levisszük egy mellékoltárra, ugye ez annak a szimbóluma, hogy Jézust is elhagyják, a tanítványok egyedül van, tehát az oltáron a tabernákulum üres, ekkor is a kereplővel adunk ennek. Adunk jelet. Biztosan több templomnak a tornyában van és megmaradt, de ma már nagyon kevés helyen használják, én úgy gondolom. Ez manuális, tehát ehhez nincs elektronika, ezt csak kézzel tekerve lehet megszólaltatni.